Friss Norbert, a Jobbik Baranya megyei elnöke, megyei önkormányzati képviselő. Az elmúlt napokban két párt részéről is elég érdekes megyei történetek adódtak, hiszen Sütő doktor furcsa coming outja mellett Tifán Zsolt blogbejegyzése is nagyobb vihart kavart. Igen, ez így van. Érdeklődéssel fogadtuk ezt a két bejelentést. Valóban coming outnak tűnik a számunkra ez a fajta hozzáállás a saját pártjukban töltött tevékenységről, és a saját pártjuknak a párt véleményével előtő gondolataikkal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban kértünk sajtótájékoztatót a mai nap folyamán. Mennyire demokratikus párt a demokratikus koalíció, hogyha önálló véleménnyel ki tud zárni valakit? Gyakorlatilag ezt kérdeztem én is a sajtótájékoztatón, hogy hogy lehetséges az, hogy egy olyan párt, amelyik az zászlaját tud bármilyen hazaellenes vagy szélsőséges liberális gondolatokat tűzni, akkor egy ilyen bejelentés után valakit kizár a soraiból. Nyilván mi Jobbik Magyarországért mozgalmi részéről sok könnyet nem hulajtunk érte, tehát ez mégiscsak érdekes, úgyhogy az lenne a javaslatunk, hogy ezután fél demokratikus koalíciónak hívják stílszerűen magukat, hiszen egy ilyen lépés után nehéz őket demokratikusnak. Eddig sem tudtuk őket így hívni, de most még nehezebb őket így, rájuk így gondolni. Sütő László ugye listán jutott be, a DK listán jutott be a megyei közgyűlésbe. Mi lesz most a mandátumával? A legjobb tudomásom szerint erről csak ő tud lemondani, a pártja nem. Gyakorlatilag mindegy, mert hozzászólásai eddig is olyanok voltak, hogy érdekesek, fogalmazzuk, hogy érdekesek. Szegény ember egyszer mondott egy olyan mondatot, amit mindenki értett és értelmeztetett, és azon a bajba is került emiatt. Tifán Zsolt esete teljesen más, hiszen ő a saját pártját is megszólta egy kicsit a Viktor Weddészre, hogy ezek mafiózok mondattal. Ennek is lett egy kis utóhangja. Igen, nyilván érdekes az a folyamat, ami elindult a Fideszen belül. Mi, ahogy szoktam mondani, a kávét és cigarettát kérünk hátadunk is megverjük, hogy mi az, ami fog történni az ügyel kapcsolatban. A neveket nyilván mi is szeretnénk tudni, hogy kik azok, akikre Tifán doktor gondolt. Én szívem szerint, sőt a párt nevében viszont visszautasítanám a Jobbikra néző becsmérlő szavait. Egyébként pedig ajánlok neki egy értelmező szótárt, hogy a szélsőbalad és a szélsőbalad gondolatokat ne próbálja egy platformon említeni velünk kapcsolatban. Egyiket sem érezzük igaznak magunkra vonatkozóan, és visszautasítanánk az összes ilyen vágyát.